Nagy szeretettel köszöntöm a Buda környéki televízió nézőit, és engedjék meg, hogy invitáljam Önöket az Érdi Nyitnikékre, ami egy nagyszerűnek ígérkező családi program. Háromnapos rendezvénysorozatról beszélünk, és itt gondoltunk egyformán a kicsikre, nagyokra. A családok együttesen is meglátogathatnak bennünket, mert a 150-nél több kiállítónk széles palettával várja az érdeklődőket, és hogy ne csak a kiállítás legyen a lényeg, ezért mindenféle gyermekprogramot, bemutatót, gondolva kicsikre, nagyokra egyformán kutyás bemutató is lesz, divat bemutató is lesz, fodrászversenyünk is lesz, nagyon-nagyon sok látnivaló lesz, ami miatt várjuk Önöket, jöjjenek el hozzánk és látogassanak meg bennünket. Szeretném bemutatni a vásárt egy kicsit részletesebben, amiben nagyon nagy segítséget kapunk az érdi önkormányzattól. Tavaly is támogatták a rendezvényünket, és az idén is mellénk álltak. Az érdi ipartestülettel karöltve a kamaránk szervezésében a háromnapos programsorozatról szeretnék beszámolni Önöknek. Megtartottunk mindent, ami sikeres volt a tavalyi év folyamán, és azokon a szükséges dolgokon változtattunk, amivel kicsit a színvonalat emelni tudjuk, vagy tökéletesíteni tudjuk a rendezvényünket. Ha megengedik, akkor néhány mondatban vázolnám, hogy a vásár hogyan épül fel. Természetesen az elsődleges a kiállítás és a vásár, amiről el szeretném mondani, hogy 150-nél több kiállító fog részt venni. Nem tematikus vásárról beszélünk, ezért nincs korlátozva, hogy élelmiszer vagy szolgáltatói szféra. A teljes vertikum képviselteti magát a vállalkozói szférából. Egyformán jelen lesznek a kézművesek, a kereskedők, a szolgáltatásaikat bemutatók és az ipari tevékenységet folytató vállalkozások is. Ez a fő elemünk, ahogy mondtam, hogy vásár és kiállítás, de természetesen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ne csak a standokon találják meg az odalátogatók azt, amit reméljük, hogy keresnek, hanem mellette jól is érezzék magukat, és akár egy egész napos vagy egy félnapos programot jelentsen családoknak, baráti társaságoknak, odalátogatóknak. Ezért a kultúrára is nagy hangsúlyt fektettünk. Megépítjük ismét a színpadunkat, ahol folyamatosan a három nap alatt előadások és programok lesznek látogathatók, fellépők fognak műsort szolgáltatni. Hát a nagy nevek közül néhányat, hiszen a célunk az, hogy főleg érdi és ért környéki előadók és művészek szolgáltassák a műsort. Természetesen invitáltunk sztár vendégeket is. A Princesz Együttes biztos, hogy nem kell bemutatnunk, ők is koncertezni fognak nálunk. Solti Ádám és zenekara szintén ismerős lehet nem csak a környékbelieknek, de akik egy bizonyos tévésorozatot is néznek, nekik is bizonyára a fiatalember ismerősen fog csengeni, legalábbis a neve. Szóka Júlia énekművész és vendégei szintén színvonalas programmal fognak szórakoztatni bennünket, és a kultúra mellett a gasztronómiára és a szakmaiságra is figyeltünk. A gasztronómia az idén egy picit más köntösben lesz jelen nálunk, az érdi nyitnikéken főzőversenyt szervezünk. Ez már bizonyára a Török Bálintiaknak nagyon ismerős, mert ha visszaemlékeznek, akkor a tavalyi év őszén megrendeztük a Török Bálinti ősz programsorozatunkat, és ott debütált ez a közös programelem, hogy főzőverseny. Ez annyira jó hangulatúra sikerült, hogy feltétlenül szeretnénk az érdi nyitnikéken is ezt megtartani. A szakmai előadások és fórumok szintén fontosak, hiszen gondolnunk kell úgy a vállalkozókra, mint olyan érdeklődőkre, akik érdi lakosként, vagy valamilyen más szempont szerint érdeklődnek valamilyen szakmai tevékenység iránt, a számukra is most összeállításra kerül egy fórumsorozat. Szeretném még felhívni a figyelmet a divatbemutatóra, aminek a tavalyi év folyamán is nagyon nagy sikere volt, az idén is megrendezésre kerül, és a nyitó ünnepségünket fogja követni, de emellett lesz még újdonság, mint például fodrászverseny, Molnár Ildikó mesterfodrász szervezésében. Nagyon sok program beszúrásával és megalkotásával várjuk a kedves látogatókat, lesznek játékos vetélkedők, ezt nem csak mi, mint szervezők indítjuk útjára, hanem maguk a kiállítók is azzal terveznek, tavaly is nagy sikere volt, hogy a saját standjukon, a saját tevékenységükhöz kapcsolódóan, de lehet, hogy éppen egy szerencsekerék formájában mindenképpen nyerési lehetőségek biztosítanak a standjuknál megállók számára. Tombola sorsolás is lesz,
valamint az ingyenes belépés, ami nagyon hangsúlyos, és szeretném, ha mindenki tudná, hogy nyugodtan akárhány fővel meglátogathatják, mert nem kell belépőt fizetni az idén sem. Az ingyenes belépéskor minden belépőnek adunk egy kis nyereményszelvényt, amire ha az adatait ráírja, erre természetesen csak egy név és egy értesítési cím szükséges. Naponta kétszer fogunk sorsolni a cetlit bedobók között kedves ajándékcsomagokat, amit az ottani kiállítók ajánlanak fel. A klasszikusan kis kiállítóknak nevezett vállalkozások mellett intézmények is jelen fognak lenni, és a szakorvosi rendelőintézettel már tavaly is találkozhattunk, de annyira jól érezték magukat, hogy az idén még plusz programokkal is készülnek, és tesztmérésekkel, bemutatókkal és előadásokkal is várják a kedves látogatókat, hogy ne csak betegként találkozzanak a hozzájuk egyébként sétáló vagy odalátogató emberekhez, hanem a prevenció a legfontosabb számukra. Ezen kívül még a művelődési ház és különböző intézmények is programmal és bemutatóval kedveskednek a látogatóknak. A sportbemutató az idén sem marad el. Kutyás bemutató, amiről már lehet, hogy említést tettem, de a kutyás bemutató a gyerekek számára igazán kedvelt program. Ahogy említettem, már több mint 150 kiállító fogja várni a kedves látogatókat, és a kiállítók között mindenféle megtalálható. A kézművesek, kereskedők, szolgáltatók, ipari tevékenységet végzők egyformán képviseltetik magukat, úgyhogy a tejtermékektől a garázskapun keresztül kávé különlegességek bemutatása, a kürtös kalács, ékszerek, de kis lovakon is lehet a gyerekeknek lovagolni és játszani, jól érezni magukat. Szappanok, dekorációs készítmények, virágok, a turizmus sem lesz elhanyagolva. Sőt, ha jól tudom, az egyik vállalkozó szerencsekerékkel várja a látogatókat, ahol különböző utazások bemutatása mellett még egy kis szerencsével, nyereménnyel is hazalátogathatnak az érdeklődők, tehát magukkal vihetik a tarsolyukba a nyereményeiket is. A gyermektáboroztatás és a nyelviskola is ott lesz, de nagyon-nagyon-nagyon sokan ott lesznek és kínálják a termékeiket és a szolgáltatásaikat. Mindenről majd részletesebben a Facebookon és a kiadványainkon, szórólapjainkon. Várjuk a kedves látogatókat, minél többen jöjjenek el és látogassanak meg bennünket és a kiállítókat.